Nos, hát nem szégyelled magad, Viktorka? Ide figyelj! Hát nem sül le a pofádról a bőr, hogy már az embereket is zaklatod? Az emberek pénzén, hogy küldözgeted az ilyen szarságos leveleidet? Hát nekem már a tököm ki van szó szerint veled, meg az egész fideszes bagázsal. Eleve, hogy rászálltok az emberekre ünnepnapon és zaklatjátok őket, mint nekem a némelyik napokban, jellepték a profilomat ezek a fideszes bérkommentelők, már kezd veli lenni teletek a tökömet. Hogy még üzenetben is erre jövök haza, hogy az emberek pénzéből ilyen hű szarságokat, meg hazugságokat írogattok, meg küldözgettek minden egyes embernek. Mi az, hogy már nektek ez a kampányban is az embereket, meg a többi pártot szidjátok, meg hazudoztok össze-vissza. És ezt külditek minden egyes embernek? Ez hány millió embernek küldtétek ki ezt a szart, tisztelt honfitársam, meg a választásokról? És az emberek az adófizetők pénzéből? Ez valami hihetetlen undorító, meg hazudgáltok, hogy a csőd szélén állt Magyarország, meg hogy munkahelyeket teremtettük, megőriztük a nyugdíjasokat. Milyen munkahelyeket teremtettetek? Számoljál be, ami magyar cégé, vagy valami, amit normális fizetési munkahely, nem csak az, hogy megkeres 120 ezeret, amiből nem lehet megélni például, vagy megőrizzük a nyugdíjakat. Milyen nyugdíjat őriztek meg? Mikor nem lesz nyugdíj, a munkavállalók kimennek az országból, az összes. 5-600 ezer munkavállaló dolgozik külföldön. Tudod mi az, hogy nyugdíj? Amit a munkavállalók befizetnek, járulékot adót, az megy a nyugdíjkasszába, és azt kapják meg a nyugdíjasok, de ilyen nem lesz, mert már majdnem 1 millió munkavállaló dolgozik külföldön. A nyugdíjasok mit kapnak? Az állam megtakarításából adott pénzt? Azt kapják, meg ilyen hazugságokat írkáltok össze-vissza? Magyarország újra erősödik. Miben erősödik? A hazugságban, a korrupcióban, meg a gyűlöletkeltésben, abban kurvára erősödik. Rohadjatok meg, én már nagyon ideges vagyok. Erre kell hazajönnöm. Még az adófizetők pénzéből is ezt kapja minden egyes ember. Meg zaklatjátok a Facebookomat. Bérkommentelőkkel ellepitek, hogy a profilomtól kezdve minden egyes posztomat legalább 10 kommentet bejut, hogy így a Fidesz, úgy a Viktor, így úgy, amúgy. Erre jut a magyar adófizetők pénze, meg ez nektek a kampány. Hát nem sül le a pofátokról a bőr. Hát már nagyon undorodom tőletek, ettől jobban. Meg hogy itt van, egyszer el lehet rontani a gát, átszakad az áradatot, nem tartja vissza semmi. Mi nem tarthatja vissza semmi? Ti engedtétek be 2300 migránst az emberek engedélye vagy a tudata nélkül, és még ti hazudjátok, hogy az ellenzék telepítene be migránsokat? Hát mi ez a mocsok? Még mi az, hogy lebontanák a kerítést? Soros tervet véghez viszik. Ti vagytok a soros terv, az egész Fidesz. Ti tanultatok a soros ösztöndíjon Londonban, vagy az összes többi egyetemen Európában. Nem a Jobbik, sem az egyik más pártból. Ti, te, főleg te, Orbán Viktor, ott van a nyilvános videót, hogy könyörögtél Soros Györgynek, angolul, hogy te kaphassál ösztöndíjat, és teszid oda kutyát. Vagy a kutya szidja a gazdáját, és ez mi? Meg hogy lebontanák a kerítést. Kezdjük ott. Torockai László, Ásotthalom polgármestere. 2014 végén kezdeményezte, hogy a kerítést építsék meg az ország déli részén. A Fidesz lesöpörte ezt az asztalról, és azt mondta, hogy nekik nem kell. Majd pár hónap múlva elővették ezt az ötletet, hogy kell mégis az a kerítés, amit a Jobbik javasolt. Most meg azt mondjátok, hogy a Jobbik bontaná le a kerítést? Hát nem. A Jobbik még azt is felajánlja, hogy határőrséget meg kell erősíteni, és fel kell állítani az országban, nem még, hogy lebontani. Még teljesen a Jobbik is a migráns ellenes. Nem tudom, honnan szedtétek ezt a sok hazugságot, ezt a lejáratást. Minden egyes emberbe ti ezt a tudatot bele akarjátok verni, hogy a Jobbik meg az összes többi párt lebontaná a kerítést. Ez nem igaz. Csak ezt akarjátok, és nagyjából sikerül, ebben erősödik a kampányotok, hogy minden egyes emberrel meggyűlöltessétek magatokat, vagy esetleg az ellenzékes pártokat, mert ez már undorít, amit műveltek. Ne hagyjuk, hogy újra tönkre tegyék az országot. Ettől már hova tegyék tönkre? Mikor milyen korrupció, meg mi folyik itt? Beszéljetek már a kampányban az egészségügyről, az oktatásról, milyen utak vannak? Mire tudtok fejleszteni? Nem az, hogy stadionok épülnek, meg búrjánzanak egész Magyarországon. Ez nektek a jó? Búrjánzik az összes stadion felcsúton 10 meg 100 milliárdokból? Van a Puskás stadion? Azt is 100 valahány, meg a végén kiderül, hogy több 100 milliárdból kijön? Ez nektek, ezt nem kell tudniuk az embereknek, vagy az offshore-ozás, amit Rogán Tónika csinált Irakban, meg
hol van ott, mit tudom én, ott a közel-keleten nyitnak irodát, és offshore letelepedési kötvényt adnak el. Ja, gazdag migráns, az jöhetett nekik, 20 ezer gazdag migráns, az jöhet, az nem számít, de a menekült migráns az nem jöhet, de mégis abból fogadtak be. Ők, a Fidesz van kormányon, és ők fogadtak be 2300-at, és nem a Jobbik van kormányon, hogy ők mondják, hogy betelepítenének. Ez hatalmas nagy baromság. Undorító, amit műveltek, és nektek ez a kampány, hogy uszítsátok, meg undori gyűlöletkeltést keltsetek az emberekben, nem az, hogy mivel foglalkoznátok, mint a Jobbik. Ott nem ilyeneket csinál, mint ti. Kezdjük ott ünnepnapon, velem is mit csináltatok például, elleptétek a profilomot, vagy Vona Gáborral, a lehetséges miniszterelnök jelöltel, hogy drónnal figyeltetitek a saját házában az egész családját, meg a gyermekét. Ez milyen undorító szokás? Milyen kommunista rendszerben akartok élni, vagy diktatúrában? Hogy ha hatalomvágy ennyire ellepte az agyadat, Viktorka? Meg hogy Földi Lászlóra szavazzunk. Mit csinált Földi László a 12. számú választó kerületben? Mit csinált? 2013-ban, ha egyszer felszólalt abban, hogy Nagykörös Szeglét között épüljön meg egy kerékpárút. Megtörtént, nem? Ennyit ér az a Földi Lászlónak a szava a parlamentben. Semmit. Semmit nem ér Földi László. Hát mi kezdjük ott olyan emberre, szavazzak Földi Lászlóra, aki a kampányban, meg az összes többi plakáton meg sincs borotválkozó, egy borostás vén ember. Ilyenre, akinek még igénye sincsen. Ilyenre szavazzunk. Mit tett? Volner János mit tett le az asztalra? Elég sok mindent. Nagykörösen a csatornapénzt visszaszerezte az embereknek, meg feltárt sok korrupciós ügyet. És még sorolhatnám, eleve ő a frakcióvezetője a Jobbiknak. Nem tudnám két szememen megszámolni, hogy mennyi mindent feltárt, és nyerik a sorozatos pereket. A többi párt ellen, meg a lejárató kampányok ellen, a TV2, az önkormányzati hírek, meg az összes többi párt ellen, ami próbálják lejáratni. És ti akartok választást nyerni? Hát undorodom tőletek, ennyit ér ez a szarod, amit küldtél. És dugd fel magadnak, mert undorítom tőletek, meg mindenki szerintem, és ezt az adófizetők pénzéből csináljátok. Gondolkozzatok már el, még ez is hány milliárd bosszét szedtétek, hogy ezt minden egyes embernek vagy családnak elküldjétek? Mert én hihetetlenül fel vagyok most háborodva ezen. Undorodom tőletek, és még, hogy Magyarországon a nyugdíjas, milyen nyugdíj, nem lesz nyugdíj. Stadionra van pénz, egészségügyre, kórházak milyen állapotban vannak? A gyermekkórházak milyen állapotban vannak? Most is az Németh Szilárdnak a nyilatkozat, az ember az mit tud nyilatkozni? Az egy idegbeteg, agresszív állat. Hát ha valamit kérdeznek tőle egy riporter, elküldi a melegebb éghajlatra, hogy neki nem nyilatkozik, meg majdnem, hogy neki esik. Hogy ez a Jobbik televízió, vagy az N1 TV, vagy ezek ilyen undorító pártok, meg a migráns így lebontanák a kerítést. A Fidesznek csak ebből áll a kampánya, hogy lebontanák a határzárat, migráns telepítenék be, és Soros tervet végezőszik. Nincs ilyen, hogy Soros terv, ezt maga Soros György is vége mondta, kérdezte, hogy mi ez. Amerikában már cikket írnak, Orbán volt, hogy a vejéről, az Elios ügyről. Na erre, ezt kéne küldeni az etényeknek, meg a TV2-nek, vagy ilyenbe küldjétek ki a minden undorítóságot, amit ti műveltetek. Arról azzal kéne foglalkozni, nem a hazugsággal és a gyűlöletkeltése. Az emberekben azt kell, sikeresen ebben erősödtetek, ezt jól megírtad, Magyarország erősödik. A gyűlöletkeltésben és az uszításban, hogy az emberekkel elhitetitek, és van, aki elhiszi, mert azt hiszi, hogy a kormány nem hazudik. Mert nagyon sok ember így van vele, ami jön a tévéből, az igaz, és nem hazudik a kormány, mert miért hazudna, hiszen a kormánynak az volna a szolgálata, hogy a népet szolgálja meg a magyar embereket. Lehet itt a nevetős reakciókat rakni, de nem tudom, kinek vicces ez. Az egy kicsit gondolkozzam már, hogy olvasson normális híreket, akinek ez vicces, hogy milyen országban él. Hogy szétlopják az emberek eszét is, az órod elő kilopják. Na, kezdjük ott, a rezsicsökkentés. Itt van benne, milyen rezsicsökkentés? Viágpilaci áron a legdrágább, itt Magyarországon a közemberek számára kiszabott áron a gáz, a földgáz. Holott a világpiaci áron alacsony van, már évek óta stagnál ez az alacsony ár. De itt nem nagyon csökkent ez az ár, lehetne még ettől sokkal olcsóbban, 30%-kal olcsóbban is venni a földgázt, hogy fizetni a rezsiért. Vagy a másik rezsi, a tűzifások, azok nem számítanak bele? Azok ingyen kapják a tűzifát? Azzal foglalkozik a kormány. 3200 vagy 4000 forint mázsája a tűzifának. És ez miből? Kijelentettétek még annól, hogy 47 ezer meg lehet érni. 47 ezer forint kalán fedezi azt a tűzifát, ami egy hónapra elég egy családnál.
És ez, és utána még jönnek az ételek, az áfa 27%, akkor fizessen így. Miből tud megélni? És a bérunió, amit kezdeményezett a Jobbik, az kinevettétek. Majd akkor fogjatok nevetni, ha valóra váltják. Mert itt Magyarországon mi ez a kereslet? Miből lehet megélni, hogy ti emeltétek a minimálbért? Mit kezd az ember a minimálbére, vagy a segély, vagy a közmunkások? Nincsenek közmunkások. A kampány időszakra ti felvettétek a sok közmunkást, beadtátok nekik, hogy most fogtok dolgozni, meg elkapirgálni az útszélén, aztán április 8 után, mint 2014-ben, szinte az 50 vagy 90%-a eltűnt a közmunkásnak az utcáról, visszamentek segélyre, mert nem kellett. Csak addig kellett, hogy a statisztikát jól megmutassa, hogy mennyi közmunkás van az utcákon. Hogy jó, hát akkor mi most ezt letettük az asztalra, ennyi közmunkás van. Vége volt a választásnak, elküldték az összes közmunkást. Nem kellett, csak a statisztikának kellett. Az nem érdekel, hogy az emberek hogy élnek. Kormányt nem érdekli az emberek. Ott lopják meg őket, ahol tudják. Volt ez a deviza hitelesek? Mit tett velük az állam 2010 után? Kártalanította őket? Vagy teljesen? Hogy meg ott ment csődbe rengeteg több millió magyar ember? Hogy a deviza hitelesek megduplázódott a svájci frank? Mit tett? Érdekelte a kormány? Vagy bedőltek a Questor vagy Cegléden a Hungária kötvénypapír? Ki lehetett volna menteni? Ezt Volner Jánosnak a nyilatkozatában is ott volt, mert megvolt még a pénz, de előző este kivették, bementek a Questoros ügyek, mint a Csaba is, Tarsoly Csaba is kilopta az összes több milliárd forintot, a magyar emberek pénzét. Amit azt jelenti, hogy megbíztak ezekben a kötvénypapírokban, meg az irodákban, és akkor a pénzüket oda helyezték benn, bízva abba, hogy kamatozik, vagy valami, és akkor majd egy idő után kiveszik. De ők ezt a pénzt nem kamatoztatták, hanem ellopták. Ebből mentek Seychelles-szigetekre, Karib-szigetekre, ebből nyaraltak, vették a jachtokat, aztán egy idő után, mikor látták, hogy ez már beborulni készül, nemhogy visszaadják az embereknek a saját pénzüket, amiért megdolgoztak, vagy megtakarították életek során, kivették és ellopták. És akkor csődbe vitték a céget, és amivel nem lehetett tovább foglalkozni. Ezzel az állam nem foglalkozott. Tarsoly Csaba volt előzetes, szerintem még előzetesbe sikerült, és már azóta szabad lábon van. Tarsoly Csaba, akivek volt a Győrben a Questorra. Érdekes. De ez nem baj, vagy a többi, hogy a Vajna milliárdokat lopnak, vagy hogy NAV nélkül. Például a NAV minden egyes emberre rászáll, kisboltokra nem fizetnek NAV-ot, vagy pénztárgép nélkül, vagy még ha egy blokkot is, csak úgy random kiszúrnak, hogy nem adnak blokkot vagy nyugtát egy vásárláshoz, már viszik, vagy bilincsben elviszik, vagy bezárják a boltot. Ezt ők megtehetik? Ők megtehetik, mert ők vannak hatalmon. Undorító, amiket művelnek. Szerintem ez már hihetetlen, és ez csak egy töredék a sok közül, meg a sok korrupciós ügy. Mi az, hogy Magyarországon kijelentik, hogy nincs korrupció? Mert ők azt mondják, hogy nincs korrupció, és kilépnek az korrupció ellenes ügyészségből, meg hivatalból, az európaiból, hogy itt ne kerüljön fényre semmi. Romániában már 1500 vagy több ezer korrupciós ügy miatt lecsuktak politikusokat. Romániában! Sokkal már előrébb van Románia, mint Magyarország. Olyan szinten vagyunk korrupciós ügyben, mint Bulgária, vagy akár kelet-európai országok, Ukrajna, Bulgária, Albánia, vagy ezek a, mit tudom én, milyen országok ezek. A Balkánnak az a legalja országgal van, nevezik egy soron, de ezt nem jut el az emberek tudatába. Hát ez nekik nem fontos, hogy itt nincs korrupció. Undorít, amit művelnek, de erre van pénz, meg erre van, hogy ezt a lejáratást, meg ez nekik kampány, hogy így kampányolnak, hogy lebontanák a kerítést, nem azzal kampányolnak, hogy mibe vinnék végig a Magyarországot, mibe segítenék a fiatalok jövőjét, mert ezek a fiatalok el fognak húzni ebbe az országból, mert nem fognak tudni megélni, úgy, mint ez már 2010 óta ez a szám megduplázódott, mert nem akar ilyen országban élni semmi, keresik el, megy három műszakban a gyárba dolgozni, 12 órát, kap érte 150 ezret, és akkor mi kifizeti az albérletárat, az is undorító, hogy azt se szól bele a kormány ebbe az albérlet, meg magas ingatlan piacba. Hát undorító, hogy legalább már 100 000 alatt Pesten nem lehet kapni albérletet, nem is beszélve a belvárosról. Belvárosban 130 000 alatt, és ez nem is beszélve 50 négyzetméteres lakásról beszélünk, havi 150 plusz a rezsi, akkor miből lehet megélni? Miből lehet egy kicsit azt mondani, hogy az ember elmegy moziba, vagy elmegy, megiszik egy sört, vagy mit tudom én akármi, hogy elmegy a pékségbe, vagy valami cukrászatban megeszik egy fagyikehelyt. Semmi, nem tudja, mert mi? Ezért dolgozzon egész életében.
esetében, hogy éppen, hogy meg tudjon élni. Németországban vagy Hollandiában így vannak? Nem. Elmegy nyugdíjba, jönnek Magyarországra, kinyarolják, vagy végig nyaralják az egész életüket, meg az évüket egész évben. Nézze meg, egész holland, egy holland nyugdíjas pár mit tud csinálni? Hát ők röhögnek, hogy mi ez, vagy ha van a Fókusz nyáron készített videókat turistákkal. Gondolják, mennyit keresnek Magyarországon. Mindenki azt hitte, hogy 1500-2000 eurót legalább itt is megkeresik. A nagy francokat, és az bruttóban mondták nekik, hogy mennyit is keresnek itt az átlagbére. 180-200 ezer forint, az is bruttóban, aminek a 30-40% a járulékadó, ami itt is a legmagasabb. Ezzel se foglalkoznak, hogy mennyit fizet a munkavállaló, vagy a munkáltató, mennyit fizet egy adott munkása iránt. 40%, ami hihetetlen. Megkeres 100 ezer forintot, abból 40 ezeret elkölt erre. Járulékra meg adóra maga után. Vagy fizetik a TB-t. Ez is hihetetlen, ami óriási összegekről beszélünk, amit lehetne még másra fordítani, vagy ha levinnék. Duplán fizeti például az ember maga után. Ugye magas a járulék, meg magas az áfa. Ez azt jelenti, ez havi legalább 40-50 ezer forintot meg tudna takarítani egy ember, ha nem lenne ilyen magas a járulék, meg ilyen magas az áfa. Ez hihetetlen, és ezt nem vetítik az emberekre, hogy ilyeneket alapokat tudjanak, mert csak ez kell nekik, az undorság, az uszítás, meg ezek. Ebből élnek, ezt támogatja az Orbán Viktor is. Most is jön ez a kampányfilmje, hogy jaj, főzi a sonkát, meg minden, hogy elmegy a gyerekekhez locsolkodni, vagy az kampány, hogy bemegy az óvodába, és akkor jaj, jönnek a szegény nyugdíjas, akkor jaj, de édes Viktorka, meg a kis óvodáskák, hát ez teljesen állam ellenes, ezt ők is tiltják, az ügyészség ő rá szabott ki 350 ezer forint büntetést, meg az is az adóbevallás. Egy átlagos ember mit kap, ha kihagy valamit az adóbevallásából? Te mit kaptál? Milyen ember hiszi el, hogy neked 700 ezer forint megtakarításod van, Orbán Viktor? Magyarország miniszterelnöke. Kezdjük ott, milyen miniszterelnök az ilyen, akinek 700 ezer forint megtakarítása van? Ez lehetetlen. Senki nem hiszi el, hogy lehet neked 700 ezer forint megtakarításod? Akkor kezdjük ott, akkor ilyen csóró egy Magyarország, egy miniszterelnök, akkor ne legyen miniszterelnök, ne kampányoljon, hogy Magyarország erős, meg sikeres, ha 700 ezer forint. Akkor most ugrott a 700 ezer forintnak a fele, mert kapta egy ilyen büntetést, hogy az óvodásokkal kampányoltál. Undorító egy ilyen féreg ember vagy, te hatalommániás, pukkathasú ember, és még te szóltad le a vonát, hogy van ideje kondizni. Hát van ideje kondizni, mert nem akar olyan kövér malac lenni, mint te. Lóg a beled. Most még te akarsz, hogy azért stadion meg sport mellett állni, támogatod a sportot. Mit? Ja, csak a haverjaidat támogatod, hogy tudják fenntartani a látszatot. Itt 2018, most április 8-án be fog bukni a hatalmad. Nem lesz fűtöttyep a Felcsúton, meg fűtöttyep a Grupa Marénában, amit milliárdból állami pénzből tartatok fent az egész NB1-es csapatokat. Itt ezt felejtsétek el. Itt ki fog halni a stadion. Úgy fogtok járni, mint a Stadlera. Abban úgy olyan szinten fog lejárni az összes stadion Magyarországon, meg Szombathelyen felépítettek 15 milliárdból stadiont, nem lehet benne edzeni, mert hogy árnyéktűrő, nem árnyéktűrő a gyep, és akkor ha edzenek benne, akkor tönkre megy a gyep. Ez mi? 15 milliárdból? Azt a pénzt hány kórházra tudtátok volna felújítani? Jusson szappan, normális ágy, meg minden betegeknek jusson étkezés, háromszori étkezés. Erre nincs pénz. A kórházakra, a saját emberekre, akik ők szavazták meg őket kormányra. Az undorítóság, amit műveltek, hogy még a szemét is kilopjátok, és hazudtok. Politikusnak jó vagy, hogy merre kivert, kiállsz, állt az emberek elé, olvasod a szöveget, és akkor ez hatalmas nagy merreveréssel el tudod mondani, amit kell, amit ők akarnak hallani. Ebbe te jó vagy, de az, hogy kormányoz egy országot, abban egy nagy nulla vagy. Ennyi. Én megmondom őszintén, nem félek tőled, aztán jöhetnek a bér kommentelőid, megint ellepetitek a profilomat. De engem nem érdekel. Engem nem húztok fel azzal, mint múltkor is volt az a szép hölgy, aki úgy beszélt velem. Ezzel nem engem idegesített fel. Magát járatta le. Engem ezzel nem idegesít fel. Én normálisan le tudtam kezelni a helyzetet, ezzel magát, csak ő idegesítette fel magát. És akkor jött a többi. Csináljátok. Ha nektek ez jó, ezzel magatokat járatjátok le. Nem az, hogy az emberekben keltitek fel ezt. Ezzel undorítóságot, ezzel kinevettetitek magatokat. Vicc az egész pártotok. Mit tudtatok felmutatni? Simicska, ezt csak erre tudtok mutogatni, Simicska megvette a pártotokat. Hú, hát az nagy szám, milyen bizonyítékot mutatsz rá? Simicska, te veled volt nagy barátságban, Simicska is elleszámoltatva, mert addig, amíg nem volt meg ez az összevitázás Viktorka, addig Simicska jó volt. Simicska az a Mészáros Lőrinc 1, most a Mészáros Lőrinc, az Simicska 2, most ugyanazt viszi. 99 milliárdos, 98 milliárdos a vagyonosodása. Gondolkozzál már, 3000 forintot keres másodpercenként Mészáros Lőrinc.
30. Melyik ember keres Magyarországot óránként ennyit, mint másodpercenként? Ma is arra az volt, olvastam híreken, hogy ma is 3 hotel meg szálloda lett a tulajdonában. Mészáros Lőrincnek. Ja, érdekes, mert a turizmus támogatjátok majd nyarától. 300 milliárd forinttal, és az is kinek a zsebébe megy? Meg az Orbán Ráhel. Kezdjük ott, egyetemen tanul. Nem volt semmi munkahelye, nem volt bejelentett munkahelye. Hogy ma van neki annyi szállodája? Hogy? Miből? Orbán Viktornak 700 ezer forint megtakarítása van, akkor az apuci hogy tudott neki több milliárdból venni? Ja, hát az emberek pénzéből, amit elloptak. Meg hova tűnt érdekes? Itt a, mondja, közelben itt a Kecskemétinek van az a gőszemű, most így értelem nem jut eszembe, Matolcsi. Na az is, annak az egyeteme vagy az, hogy lopták szét az országot? Ja, az nincs, hogy az államkincstár volt, egyszer eltűnt a Magyarország aranytartaléka, arról nem volt hír, abban is 2010-valahányban. Ja, most hirtelen megint Matolcs, meg az MNB. Na, mindegy, undorít, amit műveltek, meg ezek az folyamatosan a korrupció, meg hogy érdekes. Hódmezővásárhelyen volt a leggyorsabban elkészült Magyarországon a közbeszerzésből. Ez elkerülő út Hódmezővásárhelynek direkt úgy időzítette a Lázár János, hogy pont addigra készüljön el valahogy, érdekes, pont abban a verzióban, választás előtt Hódmezővásárhelyen, ahol Lázár Jánosnak volt, van az érdekeltség a választókerületben, pont elkészül még határidő előtt egy útszakasz. Érdekes. Soha nem volt erre példa, hogy határidő előtt elkészül egy útszakasz Magyarországon. Mindig csak tolódik. Volt az M4-es. Az M4-es Gyurcsány idejében kezdték el készülni. Gyurcsány is megkapja magáit az elszámoltatásban, nem csak az összes többi, mindenki elfogja. Ki a válasz rendszerváltásig, visszamenőleg minden egyes pártag emberek kapja az elszámoltatást. Ne féljetek ti attól, hogy Orbán Viktor nem. Már a nemzetközi lapok is írnak, hogy Orbán Viktor félhet a börtöntől, mert őre az megy a börtön. Az Eliosz ügy egyeneságon Orbánhoz vezet minden szál, hiszen az Eliosz Tiborcz István Orbán Viktor veje, és Orbán Viktor veje az miatt gazdagodott meg. Hiába mutogatják, hogy Simicskái volt a pár, mert résztulajdonos volt benne. Az egy dolog utána, hogy összeveszett, meg volt a Tiborcnak, meg Simicska, meg Orbán, minden ez a vital kirobbant 10-ben. Utána csak Tiborcz István vitte tovább a céget. És akkor minden egyes városban a közvilágítást ők, meg azt is behamisították, undorítóság az egész. És most azzal spórolnak, hogy lekapcsolják egy adott város szakaszokon a világítást, és akkor koromsötétbe kell az embernek végig sétálni. Ez nekik normális? És ez is az emberek pénzéből? Önkormányzatok? Mint itt Nagykőrösön. Na, önkormányzat. Ebbe az területbe tartozok én is. Sebestyéni anyja a Zsuzsanna. Te láttad már a vasútállomást? Mi? Önkormányzati felszólalásokon szólaltál fel, hogy milyen annak a parkolóhelye? Mert annó ti felújítottátok a parkolóhelyet, hogy majd ti csináltok parkolóhelyet. Gyere ki, nézd meg, milyen tömeg van, nem tudnak az autósok hova állni, a főúton parkolnak az autók, hol a gyalogosokat majdnem elütik, mikor gyalogolnak, mert nincs járda, nincsen. És parkolóhely, hova tudnak parkolni? A Saras pusztába, ami ott van a kicsi körtig, nagyon kis parkolóhelyet csináltatok, de te nem számoltatok, hogy annyi utas van Nagykőrösön, egy 24 ezer fős számú városban. Ti ebben nem számoltatok, csak hogy egy kicsikét átadtatok annó, és kész. Azóta nem voltál, szaganyú nem is jártál te a vasútállomás környékén. Zsuzsika, ha már így letegezlek, mert az utcával se törődtél, amilyen posztot kiraktam télen. Mert hogy le kellett volna neked aszfaltoznod, mert te vagy itt a képviselő. De érdekes azzal, te jöttél nekem, meg itt az utcáknak, hogy nem fizettek bele az utcalakó? Mi? Ez milyen hülyeség? Kinek a dolga? Az önkormányzatnak a dolga. Nem az utcalakóknak, meg az itteni lakóknak, hogy majd ők kifizetik maguknak. Ez nagy, hatalmas, nagy baromság. Meg a csatornázási pénz. Neked? Érdekes, itt a többi utcában tudnék mondani példákat, ahol szerintem egy forintot nem fizettek bele. Ott nekik próbáltad volna mondani, hogy na, már pedig te ki fogsz fizetni 200 ezer forintot, hanem akkor az utca nem lesz leaszfaltozva. Nyakad elvágták volna, szerintem, ha te ezt kijelentetted volna. Itt megmerted csinálni? Mert nincsen olyan ember, akinek így neked feljebb áll? Mi? Vagy engem is letiltasz, vagy hogy lesz? Ha már biztos jelöltél neked, ezt nem tudtam megmondani, nem tudtam veled felvenni a kapcsolatot télen. És akkor lehet itt mondani, semmit nem teszel te is ebbe a körzetben. Mit tettél az asztalra ebbe a körzetben? Mi? Vagy a tőz összes többi? Felújítottátok a Hősök terét, vagy a Cifrakertet? Hány millió forintból? Meg eltüntettek a betonot. Jó, szép, meg minden elismerem, de ennek mi volt? Lehetett volna így is, hogy ne eltüntetitek a fákat, meg a bokrokat. Mert ahelyett betonplasz lett az egész.
Az egy dolog, hogy fel lehet újítani valamit, de nem mindegy, hogy hogyan és mennyiből. Mert nem azt kell nézni, hogy a ti zsebetek járjon jól, hanem az a terület környezet legyen, környezettudatos és szép legyen. 21. században élünk, kérem szépen, nem az, hogy minden térkövezni kell meg bleton, hogy így nézzen ki, hanem a város oxigén kapjon, eltüntessék a széndioxidot, ugye a fa. Ökorendszer, mennyit tanultál biológiát? Gondolom sokat, Cira Szabolcs, te is büszke lehetsz magadra. Mikor nézem az önkormányzati felszólalásokat, akkor szépen beszélsz, kiröhögöd, vagy legközelebb, ha véleményed van Zágráb Nannóról, akkor kapcsold ki a mikrofonodat. Ne úgy beszélj, meg úgy szídd le őt, hogy be van kapcsolva a mikrofonod, Cira Szabolcs. Az sok ész kellett, meg a Körtvélyesi Attilával ott szépen kibeszélitek, mikor Zágráb Rándor felszólalása van. Ja, hát arra igen. Arra van eszetek, hogy szidjátok a másikat. Büszke lehettek magatokra, vagy hogy nektek nem nyilatkozok, vagy Körtvélyesinek az volt a... Azt hiszem, az MSZP-s elnöknek itt a Körösiben, hogy jó, hát te is fideszes voltál, miért mered szidni a pártot? Ő legalább megváltozott, de egyik kutya, másik ebb. MSZP-seknek nekem egy kutya. Undorítóak vagytok mindannyian, ti Fidesz, ti KDNP. Mi az, hogy keresztény megőrizni a keresztény hagyományotokat? Az a keresztény hagyomány, Semjén Zsóti, a keresztény demokrata néppárt elnöke elmegy vadászni. Hálára veszi a puskát, és elmegy szarvast lőni. Ez keresztény szokás? Hogy ölni az állatokat? Ez keresztény szokás? Vagy hogy kijelent, hogy fókára is akarna vadászni, ha tehetné, vagy jegesmedvére? A védett állatokra? Ez kurvára keresztény szokás, mondhatom, Semjén Zsótika, miket műveltek ki a keresztény pártban. Ez nektek keresztény, meg Orbán. Nem vagytok ti keresztények, ti vagytok a legnagyobb fajgyűlölők, meg rasszisták az egész Magyarországon, és mondhatjátok, mutogathattok a Jobbikra, ők nem rasszisták, ők leállnak, akár ezt még meg is mondhatják. Akkor az elnök, miniszterelnöki vitára, Viktorka, legyél hajlandó és fáradj el, már április 5-én az RTL klubba. Ja, attól fosik a picsád, így csúnyán beszélve, mert a 2006 óta nem állsz ki miniszterelnöki vitára, mióta Gyurcsány Ferenc felmosta veled a padlót. Mert akkor se tudtál érvelni, hiába volt neked előre megírva a füzet, abból csak felolvasni tudtál, konkrét mondatokat nem tudtál elmondani, mire igaz az országra, vagy akkor volt igaz. Gyurcsány Ferenc fejből mondta, akkor felmosta veled a padlót, hát akkor most szerinted Vona Gábor mit művelne veled? Szerintem nem csak a padlót mosná fel, az egész RTL klub székházat felmosatná veled, meg a gömböc hasaddal, mert te nem tudsz felszólalni semmiben, mert ott is csak azt vennéd elő, amit Habony Árpád leír neked. Habony Árpád, akinek nincsen egy adott munkahely és több milliókban Gucci táska vagy Louis Vuittonos táskákban járkál. Ő ebből álltok, az uszításból meg az undorságból. Ebben biztos, hogy nagyon sokat erősödött, de semmi másban nem erősödött Magyarország. Meg hogy beszéltek itt a nyugdíjasokról. Ti ne pont kiszúrjátok a nyugdíjasok szemét, ez a 10.000 forint Erzsébet utalvány. És akkor hoppa, Bezsike néni meg ezeknél, jaj, a Viktorka küldött, hú, puszi, puszi. És akkor felrakjátok a videót, hogy ó, hát ezt erre vártam egész életemben. Jön ott, és ő lelkezik a Viktorkát. Ez csak egy nyugdíjas a sok közül, akinek elvetted az eszét. Még amikor elsőnek kormányra kerültél, és hitt benned, és azóta hisz benned. De erről nem a nyugdíjas tehet, hanem te tehetsz, hogy ilyen szégyenkezve még ezt érteted bennük a nyugdíjasokban. De van, amelyik nyugdíjasnak megjön az esze, és kiveszi belőled a hitet, és amint itt Nagykörösön, már teljesen átment a hit, hogy Volner Jánosban, aki ő szerezte vissza nekik a csatorna pénzt, nem mint a Cira Szabolcs is itt, hogy jó, hát az ellenzék lopta el. Mit lopta? Mit lopott? Hogy lopna már az ellenzék, mikor nincs kormányod? Ti vagytok kétharmadban. Azt szavaztok meg törvénynek, meg azt szavaztok le, amit akartok. Itt nincsen egy az ellenzékre mutogatás. Ez csak a ti nevetekben van, meg a tények, meg ti hozzátok le, hogy így ellenzék, úgy ellenzék. Itt nincs. Az ellenzék nem tud csinálni semmit. Ő csak javasolni tud törvényt. Módosítani, ti tudtok, mert nektek van kétharmadotok. De ha van egy olyan nemzetközi törvényjavaslat vagy szavazás, akkor meg mit csináltok? Mi az, hogy nem mentek be? Hány ilyen felszólalás volt, vagy ilyen javaslás, vagy szavazás, hogy ti egy fideszese volt bent a parlamentben, és akkor voltak ott a képek, hogy az ellenzék Jobbik képviselői ott voltak, a fideszesek meg üres volt? Ezt megcsinálna egy magyar átlagember munkavállaló, hogy csak úgy nem megy be a munkahelyére, mikor egy fontos szavazás lenne, mit csinálnának vele? Páros lábbal rúgnák ki. Titeket? Mit csináltak vele? Semmit. Ti veletetek nem csináltak semmi elszámoltatást.
undorság vagytok, és akkor képmutatók is vagytok ráadásul, veritek itt a melleteket, hogy mit számolt a Magyarország erősödött, nem erősödött, a rezsicsökkentés így nagy kamu, világpiaci áron, itt még mindig a legmagasabb, itt nem csökkentitek a gáznak az árát, holott lehetne még bőven ennek is. Vagy hogy mindent államosítás helyett kiszórtatok a Mészáros Lőrincnek. Mi? Ez érdemes? Ja, hát az a Mészáros Lőrinc, az a test rómanod. Mészáros Lőrinc azt hiszi, hogy ez az ő vagyona. De nem az ő vagyona, az az Orbán Viktor vagyona, az csak az egy része. Mert ki tudja még ez mellett, hogy érdekes, Svájcban is, ha kamerák, meg kamerafelvételek voltak, Svájcban titkosított bankok, meg mit keresett volna Orbán Viktor Svájcban? Banki kamerafelvételek állap így mutatták meg, hogy Orbán Viktor többször jár Svájcban. Érdekes. Vagy Bécsben, többi fideszesnek, meg a titkos számlák, offshore számlák, Dél-Amerikában, Panama, oda mentek az offshore pénzeknek az 90%-a dél-amerikai országokban, ahol nincs kiadatás, meg sorolhatnám. Úgy, mint Svájcban, úgy az a bankrendszer van ott is, hogy nincs kiadatás, adnak a kormánynak nem ad ki semmilyen információt. Érdekes, miért? Hova? Miért kell kimenekíteni? Miért nem tudtok betelni egyszerűen a lopással? Az MSZP kutya töke volt hozzátok képest, amit ti loptatok. Ők legalább bevallotta. Gyurcsány az összedi beszédben bevallotta, hogy elkúrta. Nem sikerült. Négyes metrónak az árát ellopták, ő hibájuk bevallották. Ti mit vallottatok be? Semmit. Hazudtok, tagadtok és mutogattok két kézzel vagy erőszakolva az ellenzékre. Holott az ellenzék nem csinált semmit, nem is tud ellenetek csinálni semmit. Főügyészség, politikkal vagy a Polt Péterre, vagy ki a főügyész, legfőbb ügyész, ő van az élen, amíg ő van az élen, egy fideszes politikus nem fognak tudni elítélni, mert mind az Orbán Viktornak a zsebében van, kezében van, ez egy maffia állam. És hiába nevettik az emberek, ez az, ezt el kell ismerni, kész tényeket tudnak az emberek mutatni, hogy mi van itt az országban, mi művelődik, és nem hiszik el, ennek ellenére még a Fideszben bíznak. Hát a Fidesz két választások után még jobban kilopja szemeteket, még nyíltan megfenyegeti az embereket. Mi az, hogy az egyik legnagyobb március 15-e ünnepet kampányra fordítja át az Orbán Viktor, és olyan kijelentéseket tesz, hogy megbünteti, vagy teljesen megfenyegette az ellenzéket, meg az embereket. Hogy aki nincs velünk, ellenünk van, úgymondva a Rákosinak a jelképével, aki ezt mondta a kommunizmusban. Aki nincs velünk, ellenünk van, és utána kezdődött a Rákosi diktatúra. Körülbelül itt van. Hogy az ellenzékre állítsunk egy hamis képet, és akkor ezt a képet szórjuk minden egyes emberre, keltsünk gyűlöletet, azt a kormányt, azt a pártot utálják meg, csak mi vagyunk. Mi vagyunk a jó, mi vagyunk az Isten. Ezt próbáljátok mutogatni. Amiben, nézd meg, te 90 vagy 90, 180 fokos fordulatot vettél, még amikor kezdted, alakult a Fidesz, akkor még talán még eszednél voltál, de neked úgy elvette a hatalomvágy, hogy a 2002-es vereség, ahogy kimondta volna, te az embereket próbáltad, azt hitted, hogy az emberek majd ők a hibásak, hogy ők számoltattak el tégedet, vagy váltottak le, mert ők a hibásak, vagy hogy is mondta, nem is tudom már pontosan fogalmazni, de ő nagyon jól megfogalmazta. És akkor te majd most revansot veszel az embereken. 2010 óta, hát sikerült revansot venned az embereken. Elérted, hogy csődbe menjenek nagyon sok ember, mert ha ti olyan jó kormány lettetek volna, nem itt tartana Magyarország 2010 óta, nézzétek meg Szlovákia hol tart, Románia hol tart, vagy a köbbi visegrádi négyes hol tart. Lengyelországban ott a korrupció miatt lépnek ki az utcára az emberek. Romániában korrupció miatt lépnek ki az utcára az emberek. Ez több százezres tüntetés is volt már Bukarestben. A korrupció miatt. Akár lámpavasra is húzzák az embereket. Vagy Ukrajnában ott is a korrupció miatt lépnek ki az emberek. Ti milyen, hogy tudnának kilépni? Akkora félelembe tartjátok, meg ott van neked a rendőrség, meg a TEK. Ha valami ugyan, akkor lép egyet a TEK. Meg tankkal, meg minden a nemzeti ünnepre kiviszitek a tankot, kivenzényílitek. Hát ez erre való Pintér Sándor, a belügyminiszter. Meg ó, na erre van pénz, arra is. Az embereket félelembe tartsátok, és az álhíreket mutogassátok, hogy Európa, Nyugat-Európában milyen migráns támadások, meg mik vannak erőszakolások. Ez egy kamu. Origót is az egyik független hírportál felvásároltátok azért, ami elég jó menő hírportál volt.
hogy azért, hogy a ti szarságotokat, mert szó szerint a szar, amit ti osztotok meg, meg hazudtok. Más, például nyugat-európai hírportáltól elveszitek egy, csak úgy zavargás volt, történt egy városban, akkor azt az Origo már úgy vetíti le, hogy a migránsok támadtak, meg erőszakoltak, meg mindenki. Teljesen átferdítik a dolgot. És 90%-ban nem azt mondják, ami történik. 99,9%-ban az az 1% az, hogy a helyszínnek azt megmutatják, hogy ez hol volt. A többi az mindegy nagy kamu. Migránsok így, migránsok úgy. Ott volt, olvassátok el a posztot. Nyugat-Európában nem történt több bűncselekmény, Magyarországon több halálos vagy a bűncselekmények száma. Mondhatod itt a migránsokat, menjél a Hős utcában, vagy a Budapesten, Kőbánya, ott van Kőbánya, Józsefváros, meg itt sorolhatnám Kispest. Ott keményebb emberek vannak, mint a te migránsaid, akivel te riogatod az embereket. Vagy akár itt bármelyik Heves megyében, Borsod megyében, Ózdon, vagy mit tudom én. Menj el oda közéjük, nekik mondd ezt. Ja, hát ők nekik csak azt tudod mondani, majd április 8-a előtt, tessék barátom, itt van egy csomag adomány, élelem vagy valami, gyere, szavazz ránk, utána már le vagy szarva. Eddig jó neked az emberek, amíg csak megkapod a szavazatukat és hatalmon maradsz. Mert te csak azt akarod, te már mind két kézzel ragaszkodsz a hatalom megtartása véget. Nem az emberek véget akarsz te ragaszkodni a hatalmon, vagy a kormányon lenni. Az, hogy minél többet lopjál, ne kapjam, ne derüljön fél semmire. Te az európai szidod itt, hogy állítsuk meg Brüsszelt. Mit állítsunk meg Brüsszelt? Neked miből van pénzed? Ha valami volt Magyarországon felépítettél, azt európai támogatásból kaptad. És akkor és azt teljesen elloptad, mert vissza nem térítendő európai támogatásból kaptad, nem kértek számlát. Ti ebből sikeresen kiloptátok az összes pénzt az európai támogatásokból. Ha az a sok több ezer milliárd európai támogatás tényleg a magyar piacra, magyar gazdaságra lett volna fordítva, Magyarország léptekkel előrébb járna, mint ahol most van. Nem csak kullogna az Európában a többi ország mögött, vagy Szlovákia, vagy mit tudom én. Hol volt Szlovákia Magyarországhoz képest? Sehol. Most körözve lehagyta Magyarországot, meg az összes többi ország. Ezt a statisztika az nincs. Ja, hát az nincs. Meg hogy mondják itt, hogy Magyarországok majd miből vándoroltak ki a magyar fiatalpolgárok? Kalandvágyból. Neked az kalandvágy, hogy megint nem tudod itt van megélhetni? Családját eltartani? Az nekik igen nagy kalandvágy, hogy nem tud hazajárni, vagy hogy havonta vagy két havonta egyszer a saját családjához haza tudjon járni. Mert kint tud megélni. Kint van az 2500-2000 eurós legalább fizetés, amiből meg lehet élni. Hogy próbáld meg te veled is elsőbb azt csinálnom, hogy egy éven keresztül még annyit se adnék neked. 47.000 forintot, amennyit mondtak. Elvonnék minden vagyonelkobzást, és így életnélek. Ha már kijelentette az a gülüsszemű emberke, a Matolcs, hogy 47.000 forintból meg lehet élni, akkor egy éven keresztül minden nap, vagy minden hónapban 47.000-et adnék nektek, és akkor éljetek meg abból. Na, és utána jön az elszámoltatás, hogy sikerül, tönkrementél anyagilag, idegileg. Mert minden ember nem tud hova, beleőrül már az idegben, nem tudja magát eltartani, vagy a családját. Ez nektek jó, így erősödik Magyarország. Itt volt ez a sok hazugság is. És a csapból is ez folyik, ez a gyűlöletkeltés, és még nem győzitek papíron itt küldeni, hát itt volt a ti véleményetek, meg a szavazatom. Itt tessék, ez volt a szavazatom, lesz a Viktorka, itt a szavazatom rád. Ezzel szavazok rád, hogy 2018. április 8-a után te így fogok rád szavazni. Mész majd Baracskára, vagy Tökörre, vagy Szegedre. Na majd ott szavazhatnak rád az emberek. Azoknak megmondhatod a véleményedet, hogy hogy is kellett volna, meg a Lölővel, a kedvenc barátoddal, a felcsúti polgármesterrel, aki kijelentette, hogy Istennek, meg Orbán Viktornak köszönheti a hatalmát, meg a vagyonát. Na, és akkor ennyi, és akkor az emberek nem tudom mit hisznek már a tényeknek is. Ez a sok gyűlöletkeltés engem már idáig jutottam, hogy live-ot kell beadnom. Meg ez a ünnepnapon így elleptétek a Facebook profilomat. Lehet, hogy akkor abban a pillanatban nem voltam ideges, de most engem ez betelt nekem ez a pohár. Ünnepnapon lepitek el a profilomat, meg Vona Gábornak is ünnepnapon drónnal figyeltetik az egész családját. Erre ki képes? Milyen rendszer? Mennyire félhettek ti, ha már ilyen eszközökhöz nyúltok? A Vona Gábort ünnepnapon, meg a fiát, a kisfia veszi észre, hogy egy drón ott van 20 méterre a feje fölött, és figyeli ünnepnapon. Ez számomra ez hatalmasan kiakasztó, hogy ilyen tettekre vagytok ti képesek. Ennyire elfajultatok már, hogy így féltek.
Mert féltek, mert a félő ember mit csinál, aki legjobb védekezés a támadás. Van ez a mondás. Ez rátok teljesen igaz. Mert így védekeztek, hogy támadtok, lejáratjátok, és uszítjátok az embereket a pártok ellen. Mert egy kormánynak nem így kéne dolgoznia, hogy uszítani. Nézzétek meg, nyugat-európai országok uszítanak. Anglia uszít, Németország uszít, Franciaország uszít, gyűlöletet kelt. Nem. Ott a migránsokat, voltak ezek a Charlie Hebdo robbantás, ott nem féltek az emberek, ott kimondták, hogy nem félnek. Itt ez volt a cél, kimondani, hogy nem félnek. Ti arra törekszettek, hogy féljenek az emberek. Félelembe tartjátok a semmitől. Na, le is merülök miattatok. Na, le is kapcsolok. Na, szóval, április 8-án mindenkit arra kérek, hogy menjen el szavazni. És akkor, ha nem hisztek el, vagy ne higgyetek el semmit, amit a kormány mond, és dobjátok ki, ne foglalkozzatok szerintem ezekkel a levelekkel, amit a úgynevezett Orbán Viktor miniszterelnök honfitárs, mert nem honfitárs, engem ne nevezzen semmi jogon honfitársnak, meg barátomnak, mert nekem ő nem barátom, egy undorító ember. Ha tehetném, egy kanál vízbe meg tudnám folytani. Annyira honfitársam ez az ember, és annyira szépen igazmondó ember. Április 8-án mindenki menjen el szavazni, és a legesélyesebb jelöltre, a Jobbikra tegye le a voksát. Ha ti akartok változást ebben az országban. Mert itt ebben az országban változás kell, elszámoltatás, és együtt kell a gazdaságot fejleszteni. Nem úgy, mint hogy itt tirogatja össze-vissza, hogy erősödött a gazdaság. Nem erősödött itt semmit. Ahhoz ki... Na, látod, emlegetnek a rossz akarói, majd csuklok. Itt a gazdaság annyit képes, nézzétek meg, mennyit fejlődött volna. Például 2010-ben már Vona Gábor nyerte volna a választást. Már ott is 27%-kal nyert a Fidesz. 27, amit elvileg tisztán nyertek meg. És úgy volt vele a többi ember, hogy nem megyek el szavazni. Ebből volt több. Ez volt a legtöbbségben az az ember. 44% azt hiszem. Ami hihetetlen nagy szám. Nézzük, Magyarország lakossága 9.700.000 körül most stagnál. Akkor. De most szerintem még annyi sincs, mert nagyon sok elköltözött, mint hogy van az az adat, hogyha 600 ezer ember dolgozik külföldön. Ez az a bejelentett lakcímmel vagy munkahelyjel, és van az, aki feketén dolgozik. Ebből is akad még 2-300 ezer, úgyhogy nyugodjon meg az az ember, hogy ki 8-900 ezer ember biztos dolgozik külföldön. Te miattad, Orbán Viktor, mert te tetted ilyen leélhetetlenné ezt az országot. Nem a Vona Gábor, nem a Jobbik kormány, te tetted ilyen élhetetlenné 2010 óta, lett volna rád idő. 8-8 éved volt rá, hogy valamit változtass. Hát nem sokat változtattál ezen az dolgon. De se baj. Most itt április 8 után te majd félhetsz. Megváltozik itt minden. Mert le leszel váltva, el leszel számoltatva. Véged lesz. Az biztos. És az összes többi fideszes emberkének. Figyeljétek meg. Most lehet, hogy szídni meg, kinevetni mindenkit. De el lesztek számoltatva, mert hogy ti nem lehettek, mert te vagy itt az Úristen. Nem vagy te Úristen, nem szartált a spanyol, azt, mint ahogy te gondolod, hogy hozzád nem lehet szólni, csak emelkedett hangnemben, mert te vagy az Isten, vagy hozzád himnuszt kell írni. Hát nem lesz hozzád himnusz írva, semmiféle himnusz. Most maximum úgy jársz, mint a Ceausescu 90-es időkben. Pa-pa-pa-pa-pa. Így fogsz járni, meg remélem az összes többi fideszes barátot, és akkor rátok lehet vadászni keresztény módra, ahogy semmi Zsóti szokott vadászni keresztény módra az állatokra. Ti rátok is úgy kellene ugyanezt megcsinálni, hogy az emberekre bízni, mint Ukrajnában. Fogták, az emberek kivonultak, és akkor a népre bízták a revansot. Lehet, hogy veletek is ezt kellene csinálni. Lehet, hogy megnéznénk, hogy mennyire szeretnek titeket abban a körzetben, mert az az uszítás megy, hogy az erdélyeknek adtak választójogot, szegényeknek, vagy a délvidéken élőknek, vagy az Ukrajnában, vagy a felvidékén élőknek. Ezekben az országokban laknak Magyarországon? Nem. Akkor ne ezek az emberek döntsék el, hogy Magyarország jövőjét, hanem a Magyarországon élők. Ők döntsék el. És akkor ti azt a hírt adtok be az erdélyeknek, meg uszítjátok rá a másik pártokra. Hát ne, ilyennel ti ne is foglalkozzatok. Ez nem kormányzás. Meg hogy hirtelen Észak-Bihar megyében, Szatmár-Berég megyében lettek olyan lakosok, hogy egy bejelentett lakcímre ott volt 150 ember ukrán választópolgár bejelentve. És akkor a választókat megkérdezték az ott lakó embereket, ők nem láttak egy ukrán állampolgár sem. Hogy lehet? Hát ez, hogy választási csalásra készültök.
de se baj, csináljátok, mert lehet, hogy elválasztási csalással is annyi százalékot kezdtek el, amivel nem maradtok kormányzáson, mert annyira megutáltak titeket az emberek. És remélem, és minden egyes ember nem, hogy reméli, tudni fogja, hogy vele lesztek váltva, és el lesztek számoltatva. Hogy minden egyes embert arra kérek, menjen el szavazni, és abban a körzetben a legesélyesebb ellenzékre, vagyis a Jobbik előttre szavazzon. És együtt meg tudja buktatni. Példa Hódmezővásárhelyi Márki-Zay Péter, a független jelölt, meg tudta buktatni az ottani fideszes jelöltet. És utána nem az, hogy lemondott, alpolgármesteri címről is lemondott. Ő már csak önkormányzati tag. És Márki-Zay jelöltnek sikerült, és ez volt egy jel, egy indító jel a magyarok emberek számára, hogy összefogással sikerült ezt az undorító kormányt megbuktatni, és meg is fogják őket buktatni. Figyeljétek meg! Csak egy összefogás kell, mert a magyar ember az erős. A magyar töredék az a legerősebb az Európában, vagy a világon olvasták a történelmet. A magyartól mindenki félt, mert a magyar ember az magyar ember, és erre nem lehet más szóval jellemezni. És erre kell rátörni. Hogy itt ez nem Orbán Viktor meg a földes uraké, mint a Csák Máté korában, hogy ők a kis gazdák meg a földes urak irányították az országot, és nem a jogos emberek vagy a nép. Ez meg lesz szüntetve, kérlek szépen, Orbán Viktor. És én már várom ezt a pillanatot. 2014-ben még nem tudtam elmenni szavazni. Most 2018-ban el fogok menni. És ha tehetném, a lapot kivésném addig, amíg nem tudnál veszíteni. Ki is fogom. De te hatalmasat fogsz zakózni, és te fogsz a legjobban, lehet, hogy depresszióba vagy elmenekülsz az országból, még a választás napján, hogy ne tudjon utolérni. De figyeld meg, hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát, és te is utol leszel érve. Csak a sánta kutya még elébb bevágott, és azt utérték utol, de nem lesz később. Téged is utol fognak, meg az összes fideszes bandádat. Figyeld meg leszel buktatva. Minden rezsim, minden rendszer megbukik egyszer, és neked most jött el az időd. Ezt a magyarok látják, és be is tartják majd. Hogy választások után te szépen mész a sitre. Köszönöm, hogy figyeltetek, sziasztok!